Miközben a világgazdaságból szinte kizárólag negatív hírek érkeznek, gyárbezárásokról, munkanélküliségről, tömeges elbocsátásokról, csődökről hallani, addig Magyarországon az elmúlt 10 év erőfeszítéseinek köszönhetően szinte naponta jelenthetünk be újabb és újabb nemzeti, illetve európai rekordokat, megdöntő beruházásokat. Erről beszélt a napokban a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte, a folyamatos beruházások eredményeként már a nyár folyamán elértük a januári foglalkoztatási adatokat, mostanra pedig ismét több mint 4,5 millió ember van munkában idehaza. A miniszter hangsúlyozta, Magyarország a beruházásokért folytatott globális versenyben az éllovasok közé tartozik. Rendkívüli időket élünk. A világjárvány fenekestül felforgatta mindannyiunk életét. Ugyanakkor azt elmondhatjuk, hogy a világjárvánnyal szembeni védekezés első egészségügyi szakaszát Magyarország a magyar emberek összefogásának köszönhetően sikerrel vette. Most azonban itt van a második hullám, amely bizonyos szempontból még erősebb is, mint amilyen az első volt. És a kötelességünk továbbra is a magyar emberek életének, egészségének és munkahelyeinek a megvédése. Hiszen gondoskodnunk kell arról, hogy Magyarország működjön. És erre kötöttünk szövetséget azokkal a vállalatokkal, akik a leépítés és elbocsátások helyett a beruházást, a fejlesztést és a munkahelyek megvédését választották.